Matricára firkált felirat a szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központ ajtaján. Három férfi rongálta meg összesen több mint 50 alkalommal, ilyen és ehhez hasonló falfirkákkal a Tolnai megye székelyköz intézményeit. Tettükért 51 rendbeli rongálásért kell hamarosan bíróság elé állniuk. Ezen kívül még nagyjából 100 rongálás miatt indult ügyön dolgoztak a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai tavaly, míg korábban ilyen bűncselekményekből mindössze hozzávetőleg 50-et regisztráltak évente. Jól mutatja ez a példa, hogy mitől nőtt a szexárdon regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban, ezt mondja a helyi rendőrkapitányság vezetője. Pilisi Gábor szerint az erről néhány hete megjelent újságcikk nem vette figyelembe, hogy milyen típusú szabálysértésekből regisztráltak többet. Nagyon fontos, hogy egy adott területen, így egy városban mennyi bűncselekmény történik. Tehát a bűnözés volumene az valóban nagyon fontos. De legalább ilyen fontos, hogy milyen bűncselekmények történnek, azaz a bűnözés szerkezete, az ugyanolyan fontos, mint a volumene. A rongálások a kiemelt bűncselekmények közé tartoznak, vagyis ezek megjelennek az összes bűncselekmény, a közterületen elkövetettek és a kiemelt bűncselekmények között is. Egy-egy ilyen rongálás sorozatát óriási tud rontani az éves statisztikán. A szekszárdi rendőrkapitányság vezetője szerint ráadásul ahhoz, hogy helyes következtetéseket lehessen levonni, nem lehet egyetlen évet kiragadni. Ehelyett rendeket érdemes elemezni. Én azt szoktam mondani, hogy legalább 3 évet vagy többet kell nézni ahhoz, hogy trendet, tendenciát, helyzetet lehessen értékelni. Ez az egyik része a dolognak. Másrészt azt mondom, hogy nem szabad pár bűncselekményt kiragadni, és annak esetleges, nem pozitív irányba történő javulását beállítani, hogy itt probléma van egy településen. Ha több éves viszonylatban nézzük a szekszárdi rendőrök munkáját, akkor sok bűncselekmény típus csökkenő tendenciát mutat. A lakásbetörések már csak harmad annyi van, mint a korábbi években, betörések is. Összességében a vagyon elleni bűncselekmények, amelyek a lakosság magánjavait érinti, visszahúzódóban vannak, lopások is. Nem beszélve arról, hogy a súlyos megítélésű rablás bűncselekménye, amely egyszerre vagyon elleni, egyszerre személy ellen is, ebből egy történt. Azért nagyon-nagyon sok megyeszékhely elégedett lehetne azzal, ha egy évben egy ilyen bűncselekmény történik. Mutatjuk ábrákon is, hogy alakult néhány bűncselekmény típus több éves viszonylatban Szekszárdon. Ezen a diagramon látszik, hogy 2015 óta folyamatosan csökken a lakásbetörések száma. Ezzel szemben a nyomozások eredményessége évről évre nő. Ezt jelöli a vékonyabb sárga csík. Hasonló a helyzet a testi sértésekkel is. Ezekből 2016 óta van egyre kevesebb, míg a felderítésük ez idő alatt 87-ről közel 99%-ra nőtt. 46 testi sértés történt 2018-ban. Ebből 31 könnyű testi sértés, a fennmaradó rész a súlyos, tehát itt is szerkezetét is kell nézni, nem csak a volumenét. A garázdaság valóban egy kicsit több történt a megszokottnál, de ha azt nézem, hogy azt megelőző 2 évben annak töredéke, akkor már megint csak kérdés majd, hogy a trend hogy alakul, de ezt majd jövőre tudjuk csak megmondani. A szekszárdi rendőrkapitányság egyébként a megoldott bűncselekmények számát tekintve a megyei jogú városok kapitányságait rangsoroló listán a legjobbak között szerepel.